valószínűleg senkinek sem kell túlzottan bemutatni az X-aktákat. Talán még az is hallott róla, akinek soha semmi köze nem volt a sorozathoz. Akik pedig akkor taposták fiatalkori éveiket, amikor ezt elkezdték adni a magyar televízióadók, valamilyen formában biztos, hogy találkoztak vele. Ha más formában nem, osztálytársak, haverok által. Nem volt akkor esemény, mint annak idején a Dallas, amit még a nagyszülők is rögzítettek VHS-re, de azért az X-akták is elég szépen megvetette a lábát a magyar köztudatban. Talán van köztetek is olyan, aki ha meghallja az ikonikus opening muzsikát, libabőrös lesz és beugranak a gyerekkori emlékek. A mai napig előttem van, hogy kilopózom a szobából és kukucskálok be a nagyszobába, ahol a szüleim nézték az aznapi részt, majd napokig nem mertem kidugni a fejem a takaró alól éjszaka. Rengeteg zseniális és maradandó momentumot köszönhetünk a sorozatnak, de nem csak az ijesztő, félelmetes kategóriából. Rengeteg nagyon érdekes, sok esetben vicces epizódot is tartalmaznak az évadok. Csak hogy pár példát említsek, a Clyde Bruckman végső nyugodalma című epizód, amit talán a mai napig a legjobb X-akták résznek tartanak a két bezsebelt Emmy díjjal. A Gyilkos csótányok című rész, ami után az ember átértékeli az életét, és többé nem képes ugyanolyan étvággyal enni a gyors kaját. Vagy épp a Rossz vér című rész, ami, hát ezt mindenki nézze meg magának, mert teljesen beteg állatság. És még sorolhatná az ember hosszasan a marha jó epizódokat, de most a parafaktor a lényeg. Elevenítsük fel tehát a 10 legparásabb epizódot, amik miatt a mai napig képes frászt kapni az ember, hiába nőttünk már fel azóta. A lista természetesen saját gyerekkori emlékek és későbbi újranézések során belém égett képkockák által lett összerakva, de esélyes, hogy sokan magukra ismernek majd egyik-másik rész megemlítése közben. Ez a rész afféle Tisztelgés a dolog című filmek előtt. Ha nem tudjátok ez mit jelent, akkor mondjuk úgy, hogy az Among Us alapcselekménye ezeken a történeteken alapul, és rögtön megérti mindenki. Egy elszigetelt alaszkai bázison mélységi fúrásokat végeznek, amikor is az ott dolgozó tudósok bekattannak és elkezdik egymást legyilkolni. Azok egy 250 millió évvel ezelőtti minta, amit az egyik fúrás során hoztak a felszínre, illetve az ezáltal életre keltett féregszerű lények, amik irányításuk alá vonják a gazdatestet. Az epizód parafaktorát nyilvánvalóan az adja, hogy senkiben sem lehet megbízni. Bárkiben ott lehet a féreg, bármikor történhet egy támadás. A folyamatos feszült várakozás és óvatos nyomozás, na meg persze a teljes mértékben elszigetelt környezet nagyon jó alapot biztosít a feszültség megteremtéséhez és a szorongó légkör kialakításához. Persze a dolog film ennél sokkal hatásosabb a vizuális megvalósításai miatt is, de azért elég jól működik itt is az imposztoros, nyomasztó atmoszféra. Úristen! Egy mentőbaleset során Leonard Betts fej leszakad, pár órával később pedig a fej nélküli test kisétál a hullaházból. Szó szerint. A hátrahagyott fej megvizsgálása közben a fej életre kel, a szövettani vizsgálatok után pedig kiderül, hogy a férfi előrehaladott stádiumú rákban szenvedett, és már rég meg kellett volna halljon a baleset előtt. Mint az szép lassan kiderül, a férfi saját maga gyógyítására használja, hogy a másokból kinyert rákos szöveteket megeszi. Ha ez nem elég undorító, akkor az egyik legfelzaklatóbb jelenetben Leonard regenerálja az egész testét saját magán belül. És megszüli magát a saját száján keresztül. Mondanom sem kell, hogy gyerekként mit éreztem, amikor ezt láttam. A parafaktort itt Leonard is a képessége adja, még ha a rész maga nem is tartalmaz olyan nagyon misztikus elemeket. Csak egy különleges képességű embert, aki bármire képes a túlélésért. Ennél kevés félelmetesebb dolog létezhet, nem igaz? Sajnálom. Szeretnék elkérni valamit. Ezt az epizódot maga Stephen King írta közösen a sorozat alkotójával Chris Carterrel, szóval adja magát a helyszín. Maine államban járunk, azon belül is Amma Beach városában, ahol különös események történnek mostanság. Az ott lakók szerint egy Melissa nevű nő miatt van minden, aki egy rossz indulatú boszorkány, és mindenkit bántalmaz különleges képességével, aki neki nem tetszik.
A városkában egyre inkább szaporodnak az esetek, és hamar Melissa lányára, Pollyra terelődik a gyanú, pedig a háttérben valójában nem más áll, mint Csinga. Igen, egy játékbaba. Kell ennél többet mondani, vagy mehetünk tovább? Ez az egyetlen rész a későbbi évadokból, ami úgy igazán rám tudta hozni a frászt. A történet szerint egy indiai misztikus bosszút esküszik a gazdag amerikai céges világ ellen, akik tönkretették az országát és valószínűleg a szülei haláláért felelősek. Az epizód sztoria egyébként kifejezetten értelmetlen, de a parafaktor itt is a toppon van. Az indiai misztikus hajléktalanként lábak nélkül tengeti az életét, és kis négykerekű kocsiján hajtva magát kéreget. A hindu legenda szerint ezek a misztikusok képesek a valóságunk megváltoztatására és elhitetni velünk olyan dolgokat, amik nem léteznek. Vagy pont fordítva, eltüntetni az avatatlan szemek elől olyasmiket, amik ott vannak. Persze általában ezeket a képességeket nem reklámozzák túlzottan, mivel mélyen vallásosak. Sose ártanának senkinek. Ez esetben viszont egy bosszúszomjas szeméről van szó. Fel tudja venni más emberek alakját, illetve képes elrejtőzni az áldozatai testén belül, ahonnan egyszerűen csak ki kell, miután már nincs hasznára a test. Mulder és Scully teljesen véletlenszerűen futnak bele egy ügybe Észak-Florida egy kevésbé lakott területén. Két földmérő munkás eltűnik a fák között, illetve a későbbiek során egy kisfiú valamiféle vörös szemű, láthatatlan lényről számol be, ami üldözte őt. Ezt persze senki nem hiszi el. Ezután Mulderék a helyi erőkkel a fák közé indulnak, hogy körülnézzenek, illetve megtalálják a két eltűnt munkást. Ami szabad szemben nem látható, azt az infravörös és hőkamerák szépen lencsévégre kapják. A fák között alakok mozognak körülöttük, de szabad szemmel semmit nem látnak. Moly ember? Komolyan? Nyilván a parafaktort ezek a lények adják. A területüket védő több száz éves lények, akik valószínűleg spanyol gyarmatosítók voltak. A legenda szerint az örök élet forrását keresték, amit talán meg is találtak, és évszázadokkal később is ezeket az erdőket járják. Megkapták az örök életet, de lehet inkább átok volt ez, mint áldás, hiszen azzá váltak végül, amivé. Hatásos és nyomasztó epizód, mindenképp a libabőr kategóriába sorolható. Hiába csak ötödik a listában, a Humbug című rész az egyik legmeghatározóbb X-szakták élményem. Ez volt az első rész, amit elejétől a végéig láttam videókazettáról, amikor egyedül voltam otthon. 10 éves lehettem, és örökké belém égett az, ami ebben az epizódban történik. A történet a valóságban is létező Gibsontonban játszódik, amit még annak idején vándorcirkuszosok alapítottak, hogy két turnék között legyen hol megpihenni. Ijesztő és furcsa emberek lakhelye volt ez, ahol a mai napig élnek ezen eltorzult emberek utódai. Igen, ez a helyszín ihlette az American Horror Story 4. évadát is pár évvel ezelőtt. A rész maga egy országszerte tevékenykedő, 28 éve tartó sorozatgyilkosról szól, akinek eddig nem sikerült a nyomára bukkanni. A legutolsó ilyen eset Gibsontownban történt, ahol Scully és Mulder nyomozni kezdenek, de nem igazán sikerül előrébb görgetni az ügyet, mindaddig, amíg egy Lenny nevű piás figurában nem botlanak, akinek a testén a saját ki nem fejlett sziámi ikertestvére található. A rész parafaktorát ez adja.
Lenny kifejletlen kisöccse Leonard képes lecsatlakozni testvéréről és csúszómászó szörnyűség formájában szűk helyeken keresztül bemászni mások lakókocsijába és házába az éjszaka folyamán, és gyilkolászni természetesen. És hogy ezt miért teszi? Nem feltétlenül tudjuk, de Lenny magyarázata szerint az öccse gyűlöli őt és egy új testvért akar magának találni. Mondhatjuk úgy is, hogy egy új gazdatestet, amin élősködhet. Már csak attól kiráz a ideg, hogy ezt így elmondtam, azt a rohadt. Mi a fene ez? Halálesetek sora rázza meg Newark városát, amik elsőre nem tűnnek annyira különösnek, de szépen lassan körvonalazódik a főszereplőinkben, hogy itt valami nagyon nincs rendben. A testeken pitonszerű harapásnyomok találhatók, és minden esetben a csatornából érte őket a támadás, vagy épp a csatornából kerültek elő a testek. Mindemellett a holttestek májában különös kis csúszómászó élőlények találhatók, amilyeneket korábban Scully még soha nem látott. A nyomozás közben Mulder ellátogat a csatornázási központba, ahol az egyik szakember elmagyarázza neki a lefolyórendszer működését, amikor is furcsa hangokra lesznek figyelmesek. Az egyik tároló medencéből jöttek a hangok, amit az ott dolgozó szakember leenged, és valamiféle félig féreg, félig ember lény jelenik meg a medence alján. Scully rájön, hogy a májban talált kis féreg egy kétnemű, magában szaporodni képes lárva, amit valószínűleg a féregember helyezett el az áldozat testében. A lény maga valószínűleg Csernobil miatt mutálódott és egy orosz teherhajón került át az államokba, ahol megkezdte szaporodási folyamatát. És még az is lehet, hogy sikerrel járt. Mindig is nagyon parának találtam ezt a lényt és ezt a fajta csernobili mutációs tematikát. Illetve itt is megjelenik az Ice című részben említett parazitás imposztoros téma valamilyen szinten. Nem mellesleg, Toby Lindell a maszk munkája a mai napig simán megállja a helyét. Az Elbújik a fényben című epizód szintén egy olyan témát feszeget, amitől bevallom, kiráz a hideg. Egy Gary Lambert nevű férfi hétköznapi életet él, de ez csak a felszín. Legbelül minden napja rettegéssel telik, hiszen megvan arról győződve, hogy a főnöke egy... lény. Nem tudja pontosan mi, de biztos benne, hogy nem ember. Figyeli maga körül az embereket, az eseményeket, és egyre feltűnőbb dolgokat vesz észre a főnökén és kollégáin egyaránt. Mintha a főnök bábként rángatná dolgozókat, vagy ahogy Gary mondta, zombivá változtatja őket. Mulder a helyszíne érkezik, hogy kivizsgálja az ügyet, de Gary elméje addigra teljesen elborul, és túlszul ejti a főnökét és a kollégáit Mulderrel egyetemben. A túlsz helyzet közepette az addig szkeptikus Mulder egy másodpercre megpillantja a főnök valódi alakját, ám abban a pillanatban kommandósok lepik el az épületet, és a tűzharcban Gary életét veszti. Nézze rá! Nézzen rá! Látja! Mulder képtelen szabadulni az emléktől és a gondolatoktól, amiket az felhoz benne, tehát követni kezdik Greget, a főnököt, hogy az ügy végére járjon. Valódi válaszokat viszont sohasem talál arra, hogy kicsoda, vagy micsoda is ez a lény. A második rész a listán nem feltétlenül az eredeti értelmében félelmetes, inkább hátborzongató, undorító és felzaklató.
Olyannyira, hogy annak idején rendesen kiverte sokaknál a biztosítékot, és talán teljesen jogosan. Egyetlen egyszer ment le adásban az epizód a Fox műsorán, illetve sok más országban sem került soha bemutatásra. Lehet ma már az inger küszöb az efféle filmek és történetek terén magasabban van, de 1996-ban sorozatban még csak ehhez foghatót sem láthattak az emberek. Minimum egy ördögűzőre vagy dologra kellett elmenni az embernek, hogy ilyesmit láthasson. Miért szerepel hát a listán? Mert az egyik legfelzaklatóbb és legnyomasztóbb epizód a sorozatgyártás történetében. A sztori maga bot egyszerű. Egy pennsylvániai kisvárosban egy mutálódott kisbaba tetemére bukkant a helyi sheriff, aki azonnal az FBI segítségét kéri az ügy felgöngyülítésében. Az ügyben nincs semmi paranormális, amire Mulder és Scully elég hamar rájönnek. A város szélétől nem messze lakik a Peacock család, akik már több mint 100 éve élnek visszahúzódva, hátat fordítva a civilizációnak. A család tagjai, szépen fogalmazva, egymás között oldják meg a szaporodást, aminek köszönhetően a család élő tagjai kívül-belül eltorzultak, és sokkal inkább emlékeztetnek már állatokra, mint emberekre. A három torz fiú a saját anyjukat lekötözve tartják a pincében, akinek mindkét kezét és lábát levágták, hogy ne tudjon ellenkezni, amikor... Tudjátok, nem részletezném tovább, ha nem baj. És hát természetesen az első helyen minden Y-generációs emberi lény legnagyobb rémálma. Az a két epizód, ami a legtöbb álmatlan éjszakát okozta, és valójában soha ki nem heverhető sebeket ejtett a lelkünkben. A gumiember. Az első gumiemberes epizód rögtön a sorozat első évadának harmadik része volt, és nagy valószínűséggel megalapozta a sorozat sikerét. A második rész az évad vége felé került adásba, és folytatta Eugene Toombs történetét. Mulder és Scully egy sorozatgyilkos után kutatnak, viszont van egy bökkenő az ügyben. A halálesetek olyan helyeken történnek, ahol nyoma sincs behatolásnak, illetve az ajtók és az ablakok belülről voltak zárva. Mondhatni, a négy fal között teljes biztonságban történtek, mégis egyértelmű, hogy ugyanaz az elkövető, hiszen minden áldozatnak kitépték a máját. A legutóbbi ilyen gyilkosság helyszínén egy különös, megnyúlt új lenyomatra bukkannak, egy nagyon szigorúan őrzött, biztonsági rendszerekkel bevédett szobában. Mulder összefüggést vél felfedezni egy 30 évenként megjelenő gyilkossági sorozattal kapcsolatban, ami egészen 1903-ig nyúlik vissza. Vagy legalábbis addig lehet visszakövetni. 30 évente 5 áldozat, mindegyik kitépet májakkal, belülről zárt helyeken. Nem ismert Toombs képességeinek eredete, valószínűleg valamiféle vele született dologról lehet szó. Annyit tudunk, hogy 1873-ban született, és 1903-ban kezdett gyilkolni. Mulder szerint egy genetikai mutáns, aki táplálkozás után hibernálja magát a maga által felépített fészekben. Aki gyerekként látta a részt, esetleg hallott először a gumiemberről, soha többé nem képes ugyanúgy tekinteni a szellőző nyílásokra. Tanúsíthatom, amikor először költöztem légkondival rendelkező házba, az első kérdésem az volt a többiek felé, hogy vajon a gumiember ezen is beférne? A viccesebben az, hogy senki sem poénnak vette, szimplán csak konstatáltuk, hogy valószínűleg igen, de reméljük, hogy nem. És ez lett volna a személyes 10 legporábbi X-szakták epizód listám. Sok más rész is ide kerülhetne a listára, embere válogatja, hogy mi mennyire talál be, kivéve a gumiembert. A gumiember az első, amit minden embertől hallok, ha X-szakták a beszéd témája. Melyik az a rész, ami számotokra hasonlóképpen hatott fiatalabb korotokban, vagy akár manapság?
kommentbe jöhetnek az X-aktás sztorik. Biztos van köztek is olyan, aki végigcsokiszta fiatalabb éveit Mulder és Scully kalanyai miatt. Köszi szépen a figyelmet! Sziasztok!